Tavaly óta már 7 fő lát elmezőőri szolgálatot, az eredmények pedig magukért beszélnek, mondta dr. Nagy Lajos a gazdakör találkozóján. Ez azonban természetesen kell a gazdák segítsége is. Például az, hogy pontosan és rendben fizetik a mezőri járulékot. Van egy úgynevezett mezőri járulék, amelyet a gazdák, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon becsületesen és határidőben befizetnek. Itt általában egy körülbelül 10%-os kintlévőségről beszélhetünk, de idővel ezeket is befolynak a kasszába, és akkor tudjuk finanszírozni a mezőrség működési költségeit. De egyes külterületi utakról, legfőképpen bekötő utakról is szó esett. Ezek azok a területek, amelyek önkormányzati tulajdonban vannak ugyan, de nem az önkormányzat használja azokat. Erről a polgármester is beszélt a fórumon. Ezek esetében úgy működik a dolog, hogy a meglevő tanyahely, ami van, valakinek a tulajdonában van, körbeveszik általában a szántóterületek vagy legelő területek, amik vannak, és ott vannak ezek a bevezető utak, ahogy mondta Lajos, ezek néhány száz négyzetmétertől van, amikor egészen több ezer négyzetméteres ilyen utak is vannak. Ezeknek az utaknak egy része tulajdonképpen csak egyes tanyák megközelítésére szolgál, és ezekben az esetekben sokszor azt tapasztalják, hogy be is szántják a gazdák. Nyilvánvalóan azért, mert ők maguk sem tudják adott esetben, hogy ez egy önkormányzati út vagy egy önkormányzati ingatlan terület. Éppen ezért most egy felajánlással érkeztünk, hogy ezeket a területeket, amennyiben igénylik, megvásárolhatják az önkormányzattól, hiszen ez számunkra is idézőjelben haszontalan, ő számukra viszont hasznos, és az adminisztratív részét pedig az önkormányzat magára vállalja. Ezek gyakorlatilag forgalomképtelen ingatlanok, ám ha vételi ajánlat érkezik rájuk, akkor lehetséges az átminősítés. Megvételük pedig sok esetben a földalapú támogatások igénybevétele miatt is hasznos lehet a gazdáknak, hangzott el a fórumon.